Egy kis érdekes történet a tegnapi nap kapcsán. Ugye beszéltem itt a baktériumokról, meg egyebekről. Majd belenéztem a hírekbe, egy az első hír, ami ugye az arcomba köszönt, egy tudományos szenzáció vagy érdekesség volt, ami úgy szólt, hogy bizonyos baktériumok az egereknél az autizmust gyógyítják. Tehát az autizmus megszűnik bizonyos baktérium hatására. Tehát ugye ez egy újabb bizonyíték, hogy mindenféle olyan tünetet, amit most pszichésnek tekintünk, ugyanúgy okozhat diszbakteriózis, tehát bizonyos baktériumok hiánya. Indexen fönn van ez a hír, majd olvassátok el, nagyon érdekes dolog, egy kísérlet során bebizonyosodott, hogy ha bizonyos baktériumot megkap az egér, akkor az autizmusra, mert hogy náluk is van, akkor ezek szerint az autizmus tünetei azok csökkennek, tehát teljesen meg is szűnhetnek náluk. És csak visszaigazás annak, amiről tegnap is beszélgettünk, hogy a bélflóra az mennyire nagyon fontos és szinte a legfontosabb az immunrendszerünk szempontjából. Na, most az állatokkal való gyógyítás, tehát a természeti medicináknak azt az ágát taglaljuk, ami az állatokkal való gyógyítást, és ezen belül is az orvosi piócával való gyógyításról szól. Ez egy nagyon-nagyon speciális terület a gyógyászatnak. Állatokat és állati termékeket, illetve állati szerveket nagyon sok helyen használnak a világban. Mégis talán az orvosi pióca az a gyógyító állat, ami mindenhol el van terjedve, nagyon-nagyon régi idők óta az egész világban ismert. Tehát nem csak szigetszerűen maradt fent valamilyen törzsnél, vagy valamelyik földrészen, hanem minden földrészen szinte, gyakorlatilag a nagyon-nagyon zord éghajlatot kivéve, megtalálható ez a gyógymód. No, miről is szól ez a dolog? Tegnap beszélgettünk egy kicsit erről a neftanról és a nedvek egyensúlyának helyreállításáról. A pióca az egyik olyan gyógymód eszköz, hát ne nevezzük eszköznek, mert végülis egy élőlényről beszélünk, egy olyan módszer, amivel a nedveket helyre lehet állítani. A pióca különösen a nyirokrendszer és a vérkeringés pangásos állapotainak az helyreállítására szolgál, illetve a rosszul keringő vérnek a keringését tudja helyreállítani. Majd a végére látjátok, hogy ez egy nagyon bonyolult és komplex mechanizmuson keresztül teszi, hiszen a legtöbb ember azt gondolja, hogy a pióca az egyszerűen arra, hogy kiszív valamennyi vért, és akkor ez jó, de ennél sokkal-sokkal bonyolultabb. Itt egy olyan kis komplex sebészeti, mikrobiológiai és vegyészeti, hát mérnöki kreálmányról van szó ebben az állatban, ami egyszerűen elképesztő. Tehát a mai tudomány nem tud megalkotni ilyen eszközt, ami azt tudná, amit a pióca tud magától. Most egyáltalán mi ez a jószág, mi a pióca? Ez egy rendkívül régi teremtménye a Földnek, 500 millió éve jelent meg a Földön. Nem tudjuk pontosan mikor, 4 és 700 millió évre teszik azt az időszakot, hiszen ez egy puha testű állat, gyűrűs férgek körébe tartozik, nincsenek lenyomatok, nincsenek fosszíliák, ugye miután nincsen csontváza, nem maradt fönn belőle túl sok minden, de ilyen nagyon régóta velünk van, és gyakorlatilag alig-alig változott. Most a piócázás története az nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Igazából az ókortól vannak csak erről adatok, hogy ezt használták, de logikusan következtetve el kell, hogy fogadjuk azt, hogy mióta ember él a Földön, meg pióca él a Földön, ezek találkoztak, és az ember biztosan felismerte a pióca gyógyhatását, hiszen nagyon sok adat van arról, hogy az állatok, például a nagy legelő állatok előszeretettel keresik azokat a vizeket, amiben piócák élnek. Tehát inkább abban mennek bele, mint amiben nem él pióca, és nyugodtan tűrik, hogy rájuk ragadjanak ezek az állatok, és ugye szívják a vérüket. Nekem van egy érdekes saját történetem erről, vagy 20 éve, vagy még több évvel ezelőtt volt egy kutyám, és elvittem így tavasz előn sétálni egy ilyen zsombékos vizes területre. Még reggelente ilyen hártya borította a vizeket, tehát úgy megfagyogatott a teteje, tehát nagyon hideg volt. És a kutya befeküdt egy ilyen kis patakszerű érbe,
amire ugye nem volt magyarázat, tehát nem ivott belőle semmit, így a hasával befeküdt. És hát mire kirángattam belőle, ugye meg ne fázzon, legalább 20 darab pióca csüngött neki a hasán végig. És én ugye akkor nem értettem, hogy semmit nem tudtam a piócákról, ugye próbáltam letépkedni róla, meg hát kiszívják szegénynek a vérét. Na most ez a kutya később emlő daganatba pusztult el, már valószínűleg ekkor érezte, hogy neki ott baj van, mert csak oda ragadtak fel, és csak azt tűrte el, hogy oda felragadjanak a piócák. Tehát az állatok érzik, ugye nem csak embert, állatot is lehet gyógyítani piócával. Most az első adatok erről Egyiptomból származnak, illetve más keleti országokból, hogy használták. Ugye használja az ajurvédikus gyógyászat, hiszen ott a neftan az egy nagyon fontos alapelve az ajurvédikus gyógyászatnak. Davantarit például, ugye, aki megtanította az ajurvéda szerint az embereket a gyógyítás tudományára, úgy ábrázolják, hogy egyik kezében nektár van, a másikban pióca. Előfordul más egyéb ókori iratokban is a pióca használata, például az araboknál is, és egyéb más helyeken. Én azért nem akarok ebbe nagyon belemenni, mert inkább arról beszéljünk, hogy hogyan működik ez a jószág. A története az inkább majd a magyar története, a magyarországi története az érdekes, úgyhogy majd áttérek inkább arra. Tehát később majd úgyis még beszélünk erről, hogy most a világban egyáltalán hogy áll ez a dolog, hol és hogy piócáznak. Magyarországon gyakorlatilag ősidők óta ismert ez a gyógymód. Tehát még a Pax Corporisban is említik, de a néphagyományban mindenhol ismerték. Tehát én nem találtam olyan tájegységet, gyakorlatilag kivétel nélkül a néprajzi adatokban, amelyik gyógyászatta foglalkozik, előfordul a pióca. Sőt, mi többet mondok, nálam alig-alig jár olyan ember az idősebb korosztályból, akinek ne lenne élő emléke róla. Tehát, hogy a nagyszülőknek volt, a nagyanyám csinálta, a dédapám csinálta, tehát általában a családok nagy részében még közvetlen élő emlékek vannak erről, hiszen ez egy olyan népi gyógymód, amit nagyon-nagyon sokáig felmaradt. Tehát gyakorlatilag a 70-es évekig Magyarországon gyógyszertárban lehetett vásárolni orvosi piócát. Tehát olyan 65-70-ig. Sőt, mi több, körülbelül ugyaneddig az időszakig a kvázi tudományos orvoslásban, tehát a intézményekben, klinikán, kórházakban is használták. Például 65-70 körül még debreceni klinikán az alaksorban ott volt a piócás osztály, tehát a viszeres nénikék ott ültek sorban, mint a fodrásznál, és ott szívták a vérüket a piócák, sőt, mi több, volt egy olyan rendszer annak idején, hogy nem is kellett bemenni igazából ezért a kórházba, hanem a nővér kivitte házhoz a piócákat, ott ő fölrakta ugye a viszeres lábra, és akkor ott hagyta szépen a beteget, az szépen leestek a piócák, mikor jól laktak, az berakta egy üvegbe, bekötözte, és ennyi volt a történet, tehát ennek nagyon-nagyon komoly hagyománya van. Nagyon sok ilyen orvostörténeti folyóiratban, illetve régebbi orvosi folyóiratokban rengeteg adat van róla, hogy ezt használták kórházakban. Valamikor a példa a tüdőgyulladásnak egyik fő gyógymódja volt, a köpölyözés és az orvosi pióca használata. Na most, hogyan épül fel ez a kis jószág? A pióca valójában egy prototípus az élőlényeknek, tehát hogyha megnézzük a pióca szerveit, érzékszerveit, illetve a belszerveit, gyakorlatilag mindenből megvan a modell. Tehát van neki fényérzékelő szerve, ugye ilyen szemfoltjai vannak, amivel a fény belsési szögét, a fény árnyék viszonyokat tudja érzékelni. Vannak kemoreceptorai, amivel a szagokat tudja érzékelni, tehát mindenféle illatra nagyon érzékeny, ezért például, ha valaki fújja magát bármilyen sprayvel, vagy hajlakkal, vagy egyebekkel, vagy olyan erős illatú dolgot eszik, például fokhagymát, akkor a piócák nem ragadnak rá, vagy nagyon nehezen, vagy például a dohányosoknál szokott az előnye, a dohányfüstöt utálja a pióca. Tehát a dohányszag az ugye a bőrbe beivódik, és azokra az emberek nagyon nehezen ragad rá. Pióca érzékeli a rezgéseket,
vannak termoreceptorok, tehát a rezgések alatt azt értem, hogy a vízben például a hullámokat érzékeli, így találja meg az áldozatát. Vannak termoreceptorai, tehát a hőt is érzékeli. Érzékeli a bőr alatti véredényekben a vérmelegét, illetve a lüktetését, és nagyon sok minden mást is érzékel, amiről majd még később beszélünk, még olyan dolgokat is, ami már a határtudományok körébe tartozik. Most előveszem a saját könyvemet, hogy valami fonala legyen a dolognak, mert én is akkor hajlandó vagyok el kalandozni. Na most jelenleg azt tudni kell, hogy mi a pióca státusza így a világban, Európában, Magyarországon. A világon él kb. 600 pióca faj, nem tudjuk pontosan mennyi, mert mindig kerülnek elő újabb és újabb fajok. Ebből ma körülbelül olyan 15-öt nevezhetünk orvosi piócának. Maga ez a fogalom, hogy orvosi pióca, ez két felé tudjuk választani. Ugyanis van egy olyan pióca faj, aminek ez a tudományos elnevezése, magyarul, hogy orvosi pióca, ez a Hirudo medicinalis. Ezt így hívjuk, hogy orvosi pióca, de orvosi pióca alatt értjük a piócáknak azt a csoportját, ami olyan pióca, ami gyógyításra alkalmas. És aztán ebből minden földrészen van. Gyakorlatilag, hogyha szétnézünk a világba, mondom, a nagyon szélsőséges éghajlatokat kivéve, minden földrésznek megvan a saját gyógyító piócája. Európában ugye ez két faj, a Hirudo medicinalis és a Hirudo verbena, amit más néven magyar nadálynak neveztek régen. Nálunk ez a két faj van, ami gyógyításra alkalmas, ezek csereszabatosak egymással, tehát régen azt hitték, azt gondolták, hogy ez egy fajhoz tartozik, csak színváltozatok, de ez valójában két faj, ami nagyon nehezen megkülönböztethető, néhány határozó bélyeg alapján lehet elkötni önket, de ugyanaz a működés és gyógyítási szempontból nem teszünk különbséget. Na most Hirudo medicinalisra ma már nem nagyon lehet találkozni, mind a két európai orvosi pióca faja szigorúan védett. Nem csak Magyarországon, hanem a washingtoni egyezmény értelmében az egész világon és egész Európában védettek. A Hirudo medicinalis ráadásul vörös listás faj, tehát az még szigorúbban védett. Hogy miért védettek? Azért védettek, mert ezek valamikor tömegével előfordultak. Hogyha megnézitek azt a térképet, az Magyarország vízrajzát, az árvízmentesítés előtt ez egy vízi világ volt. Tehát szinte az egész Kárpát-medence, hogyha megnézitek, így a hegyekkel bezárólag végig vizes területek voltak, ahol nagyon jól érezte magát a pióca, és rengeteg volt. Olyannyira rengeteg volt, hogy Magyarország volt Európában az egyik legnagyobb pióca exportőr. Tehát irgalmatlan mennyiségű piócát vittek innen ki, még a 18. században és még a 19. is, de ugye az a lecsapolások és az élőhelyek megszűnése, valamint a vegyszerek, műtrágya, permetszerek elterjedése, ami ugye a vizeket megmérgezte, az sajnos az élőhelyét elvette ennek az állatnak. És ezért eltűnt. Európában mindenhol nagyon ritka már, úgyhogy azokat a piócákat, amivel ma gyógyítunk, azok tenyészetekből származnak, és nem is lehet máshonnan beszerezni őket. Be lehet, csak nem szabad, mint tenyészetekből. Tehát jelenleg a Hirudo verbenát szoktuk alkalmazni gyógyításra itt Európában, de máshol vannak más fajok, Észak-Amerikában van egy piócafaj, amivel gyógyítanak, van Japánban hegyi pióc, amivel gyógyítanak, Ázsiában is van egy olyan piócafaj, amit gyógyításra használnak. Az európai orvosi piócáknak az a különlegessége, hogy ezek a legjobb hatásúak. Tehát valamikor ezeket vitték szert a világba olyannyira, hogy például a magyar piócák azok eljutottak a tengeren túlra, eljutottak Afrikába, sőt egészen Peruig eljutottak. Olyannyira híresek voltak, hogy az angol nyelvterületen nagyon sokáig, és még ma is így emlegetik, úgy hívják az európai orvosi piócát, a Hirudo verbenát, hogy Hungarian leech. A leech az egy óangol szónak a mai változata, gyógyítónak lehet fordítani. Tehát a régi gyógyító könyvek, azokat úgy hívták, hogy leeching book. Tehát a Hungarian leech az magyar gyógyítónak fordítható, mondjuk szabad fordításba. Mai napig így ismerik Amerikában például ezt a piócát, így is árusítják. Na most
valamikor a napóleoni időkben nagyon elterjedt ez a gyógymód. Volt egy francia katonaorvos a napóleoni hadseregébe, aki az akkori háborús sérüléseket és a háború során ugye a járványokat, egyebeket úgy próbálta gyógyítani, meg visszaszorítani, hogy orvosi piócákat használtak. És akkoriban körülbelül 6 millió orvosi piócát vittek ki Magyarországról. Tehát ez iszonyú mennyiség, aztán később ez még több lett, tehát ilyen 100 millió darabokat vittek. Itt beleraktam a könyvbe ezt, mit tudom én, tavaly előtt, beleraktam egy táblázatot, csak így érzékeltetni, hogy mennyi piócáról beszélünk, csak Franciaországba, amit vittek. Tehát 1827-ben, tehát a 19. század első harmadában 33 millió orvosi piócát. Az azt jelenti, minden franciára jutott legalább egy pióca. Nem tudom, akkor mennyien laktak Franciaországban, de biztos. És az egész fölment 60 millióig, 1832-re 60 millió piócára, és ez csak az import volt. Tehát mármint, hogy a franciák szempontjából import, ezen kívül ott is tenyésztették a piócákat, tehát ennél sokkal többet használtak fel belőlük. No, egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi az életter ennek a jószágnak, egyáltalán hol érzi jól magát. Ez igazából a lassú folyású, nyugodt vizeket szereti. Ugye a néphagyomány szerint pangóvízben él, pangóvért szív. Na most a pangóvíz az nem azt jelenti, hogy büdös mocsár, hanem azt jelenti, hogy egy olyan élőhely, mint régen a rétek voltak. Tehát most a rét alatt már nem azt értjük, mint régen. Ugye a rét az mindig a vizes, kisvizes, fél méter, egy méter vizes területet, állandó vagy részlegesen vízzel borított területet jelentette. Ez a száraz, füves, ez a gyep volt, vagy a mező. Tehát ez a vizes réteket szerette, például a sárrét, kis sárrét, nagy sárrét, de fertőtó környéke. Most a Kis-Balatonnál vannak ilyen élőhelyek, ugye a Kis-Balaton tudjuk, hogy ez mesterségesen kreált valami, de például ott is nagyon jól érzi magát most az orvosi pióca, ezeken a helyeken szeretett élni, és igazából ezeknek a begyűjtése az egy külön szakma volt, ez volt a pákászok, csíkászok, nadályosoknak a világa, ezek gyűjtötték a piócákat, és akkor adták el patikusoknak, meg árulták piacokon, illetve a falvakba. A környékünkön is ismert volt teljesen, tehát nálunk mondjuk a legközelebbi olyan vízfolyás, ahol volt a Galga, ott például a környékbeli cigányok gyűjtötték a piócát és szedték össze. Ma Európába egy helyen lehet, most Törökországról beszélek, de annak ugye van egy európai meg egy ázsiai része, tehát akkor mondom úgy, hogy Európába és Ázsiának azon a részén, ahol Törökország van, ott lehet még gyűjteni piócát szabadon. Tehát a törököknél még engedik, de már szabályozzák a begyűjtető mennyiséget. Törökország most az egyik legnagyobb piócexportőr. A törökökön kívül Oroszország az, ahol nagyon régi múltra tekint vissza a pióca tenyésztése, meg a piócával való gyógyítás. Az oroszok ma is a legtöbbet tudnak erről a gyógymódról, ugyanis ott nem vált szét a természetes gyógymódok, a természetgyógyászat, vagy a népi gyógyászat, a hagyományos gyógymódok és a tudományos. Tehát például Oroszországban leginkább az orvosok használják a piócát, és nagyon komoly kutatások vannak, amiről majd később beszélünk, intézményi szinten, állami támogatással, amik kutatják nem csak a piócát, hanem egyéb más gyógymódokat. Na most sajnos a Gábor most legalább hozott volna egy üvegbe piócát, hogy közben tudjam mutatni, és ne csak képen láshatok, de majd mindegy, úgyis délután fogjátok. Tehát a pióca egy kis gyűrűs féreg, ami körülbelül 5-15 centi hosszú, attól függ, hogy milyen életkorban van, és mennyire táplált, jól táplált, vagy kevésbé táplált. Különböző határozó bélyegei vannak, amit igazából csak akkor tud az ember megismerni, hogyha a kezébe fogja és különböző fényviszonyok között megvizsgálja. Van két nagyon sajátos határozó bélyeg, amivel a többi piócától el lehet különíteni. Az az oldalán lévő ilyen sárgás, zöld, olív, zöld csík és egy érdekes háti mintázat. Most arról sajnos nem hoztam képet, ez az előadás ez úgy van fölépítve, hogy vetítenem kéne, van egy csomó kép, sajnos itt most nem tudok vetíteni,
Csak egy érdekesség, hogy a pióca háti mintázatából, ha egy kis szegmenset kinagyítunk, akkor ami ezt a bonyolult mintázatot kirajzolja, az egy másik bonyolult mintázat, ami csak nagy nagyításban látszik, és egy 10-es osztatú mandala. És minden egyes piócánál teljesen más. Tehát nincs két egyforma, de már most mindjárt lesznek itt. Piócák. Na, amint látjuk, ez egy kis szelvényezett jószág. Van neki kettő darab tapadókorongja, egy a feji végén, egy a farki végén. A feji végén helyezkedik el a szájszerve, ez egy egészen speciális állat. Az állatok közül nagyon egyedi abban, hogy a szájszerve az mozgásszervként is funkcionál, hiszen az első tapadókorongja az őt segíti a mozgásba, és a pióca azt tud úgy mászni, mint a kis araszoló kukac. Tehát, hogy az első tapadókorongjával letapad, majd a hátsóval, és így húzza magát. Ezek a tapadókorongok részben azt szolgálják, hogy meg tudjon tapadni a vízinövényzeten, vagy bármin. Ezek a tapadókorongok óriási szívóerőt tudnak kifejteni. 0,2 atmoszférás vákumot tudnak létrehozni, ami egy nagyon erős szívóhatás. Plusz egy ilyen adhezív nyálkát is termel a pióca, amivel oda ragassza magát. Tehát gyakorlatilag mindenhez oda tud tapadni, semmi nem akadály neki, tehát egy zsíros falu üvegen ugyanolyan biztonsággal tud közlekedni, mint egy érdes felületen, vagy akár egy csiszolópapíron, vagy bármin. Tehát nagyon ki van találva, hogy miért kell ez a piócának, nem csak azért, hogy az áldozatán tudja rögzíteni magát, hanem piócának a fajsúlya nagyobb, mint a vízé. Tud úszni, úgy úszik, mint a delfin, hogy szétfeszíti magát laposra, és akkor ilyen színusz hullámokkal úszik, viszont miután nagyobb a fajsúlya, mint a vízé, neki nagyon nagy energiába kerül az úszás, ezért ő nem nagyon szeret úszkálni, hanem rátapad mindig vízinövényre, vagy valamilyen objektumra, és ott rögzíti magát, és ez kell, ez az erős tapadókorong. Na most az előső tapadókorongja tartalmazza a szájszervet, ami egy nagyon érdekes képződmény. Van benne három darab ilyen megkeményedett, megszarusodott állkapocs. Ezek az a képen talán nem látszik olyan jól, de ezek ilyen 120 fokos szögben Mercedes csillag alakba helyezkednek el. Ezek az állkapcsok tartalmazzák a piócának a fogait, ami így állkapcsonként 60-80 darab ilyen kis kitin képződmény. Ezek nagyon picik. Tehát itt most egy nagyon pici kis szerkezetről beszélünk, ami arra van kitalálva, hogy gyakorlatilag bármilyen vastagságú bőrt, anyagot át tud vágni. Ugyanis a pióca az nem szúr, nem olyan, mint a szúnyog, hogy belök egy ilyen láncsát. Vannak olyan piócafajok, amik így dolgoznak, az orvosi pióca nem ilyen, és nem harap úgy, mint a cápa, hanem fűrészel. Tehát az állkapcsai, hogyha megnézitek a képen, azok ilyen olyanok, mint egy körfűrésznek, vagy egy torta szeletnek, egy körfűrész szegmens, ahogy egy torta szelet, amiben itt vannak a kis fogacskák, és ezt mozgatja jobbra-balra, vagy ahogy tetszik, ide-oda, inkább úgy mondom, amivel átvágja a bőrt. Ez gyakorlatilag pontosan ugyanúgy működik, mint egy orvosi szike. Ugyanúgy működik, csak ennek a pengéje sokkal, sokkal finomabb szerkezetű. Na most van még egy trükkje a piócának, hogy szikébe van integrálva neki jó néhány mikropipetta. Tehát az állkapcsában vannak vezetékek, csövecskék, amelyekből a nyál kivezetődik a fogak közé és bejut a sebbe, majd beszélünk róla, ez egy nagyon fontos téma, hogy a pióca a gyógyhatását a nyálának köszönhetjük, tehát a pióca nyálban vannak olyan hatóanyagok, amelyek a gyógyhatásért felelősek, és a pióca a sebbe ezeket az anyagokat úgy juttatja be, hogy ezeken a csövecskéken keresztül, kvázi mint mikropipettákon keresztül a vágás helyén egészen pontosan adagolva be tudja juttatni a sebbe. Majd ezt úgyis részletesen kifejtjük, csak előtte még elmondom azért a pióca biológiáját nagyjából, hogy hogy néz ki ez az élőlény. Na most a száj, nem tudom, nincs itt olyan jó rajz, hogy ne kell nagyon rajzolgatnom.
A száj az a garatba folytatódik, a garat körül vannak a nyáltermelő sejtek. Nem mirigyes állományba termeli a pióca nyálát, hanem külön szeparált sejtekbe. Ez azért fontos, mert a pióca nyála mindig csíramentes, tehát steril, magyarul. Akkor is steril, hogyha esetleg a pióca emésztő rendszerébe bármilyen baktérium előfordulhat. Erről majd beszélünk, hogy elő is fordul, mert őnek is kellnek baktériumok ahhoz, hogy életben maradjon, szimbiózisba élő is baktériummal. Aztán a garat folytatódik az emésztő szervekkel, tehát az előbél, illetve pontosabban a gyomorzsákokkal folytatódik, ugyanis a pióca úgy táplálkozik, hogy egyszerre viszonylag nagy mennyiségű vért szív, azt elraktározza, és utána nagyon-nagyon hosszú idő alatt emészti meg. Ez a nagyon-nagyon hosszú idő, ez több hónaptól akár egy-két évig is terjedhet. Tehát egy adag ennivalót, vért, ennyi idő alatt emészt meg. Ez úgy lehetséges, hogy az emésztő rendszerét látszik a képen, csak itt talán kicsi, itt 10 pár ilyen kis gyomorzsák, vagy vakzsák, vakbélben folytatódik a garattól, amiben elraktározza. Ezek valójában vérraktárak, tehát táplálékraktárak. Elraktározza bennük a vért, mégpedig úgy, hogy a vérből, a kiszívott vérből a vizet meg a sót azt kiválasztja, és a bőrén keresztül a külvilágba kiereszti. Ezt majd tapasztalni fogjátok, akin lesz pióca, hogy egy ilyen fehéres színű, átlátszó színű váladék folyik ki a piócából, ami egyébként olyan, mint a könnyed, sós ízű valami, ez valójában vérszérum. Tehát a vérből kiválasztott víz, só és egyéb anyagok, ugyanis a piócának a vér sejtes anyaga kell csak, ugye ő valójában a vér sejtes anyagát emészti meg, többek között a hemoglobint bontja le. Pontosabban nem is ő bontja le, hanem a piócában él egy baktériumfaj, ami szimbiózisban él a piócával. Ez faj-specifikus baktérium, tehát minden pióca fajban másféle él, de a Hirudo Verbánában és a Hirudo Medicinalisban, tehát az európai orvosi piócákban közös, hogy egy Aeromonas fajról van szó. Az egyikben egy Aeromonas hydrophila nevű baktérium él, a másikban egy Aeromonas veroni nevű baktérium él. Na most ezek a baktériumok ahhoz szükségesek, hogy le tudják bontani a pióca táplálékát, a vért, ugyanis a piócák nincs fehérje bontó enzimje. Tehát neki kell ez a baktérium, ami lebontja a táplálékot, és ugye hozzájuttatja őt azokhoz az anyagokhoz, amire szüksége van. Most ez a baktérium, ez nem okoz semmiféle problémát, sebbe jutva sem, ha esetleg bejut, amire csak akkor van lehetőség, ha szakszerűtlenül kezelünk. Például megnyomkodjuk közben jó a piócát, miközben rajta van az emberen, és ugye így az emésztőrendszerben a vér vissza tud folyni a garaton keresztül a sebbe. Ez akkor sem okoz problémát. Tehát a hidrofila az egy, az Aeromonas az egy olyan baktérium, ami enyhe gyulladást, enyhe sebfertőzést tud okozni esetleg, de semmi komolyat, de erre nincs példa. Tehát szakszerű kezelésnél ez ki van zárva. Miért van kizárva? Azért van kizárva, mert a pióca úgy táplálkozik, hogy mikor szívja a vért, akkor perisztaltikus mozgást végez, ugyanúgy, mint az ember bélrendszere. Magyarán szólva, a vér az csak itt látható a képen, egy irányba tud menni, a sebből kifelé, befelé a piócába. Tehát semmi úton, módon nem fog visszafelé áramolni. Ezért a pióca emésztő rendszerében, még ha esetleg található is benne bármi, akkor nem fog visszajutni a sebbe. Most vannak ilyen félreértelmezések, hogy akkor a pióca, amivel gyógyítunk, a steril-e vagy sem, vagy biztonságos-e vagy sem. Na most olyan, hogy steril pióca nincs. Tehát aki ezt mondja, vagy olvassa valahol, az egy tévedés, vagy félreértés. Tehát van steril pióca, döglött és sterilizált pióca. A pióca, mint minden élőlény, együtt él más élőlényekkel, baktériumokkal, nem steril, de tiszta. Olyannyira tiszta egyébként, hogy a természetben bármilyen vízbe, ha belemész, és ráragad a pióca, annak semmilyen káros következménye nincs az emberrel, nem kell tőle sem félni, sem megijedni. Semmiféle fertőzést, egyebet nem lehet tőle kapni. Olyannyira nem egyébként, hogy a Bottenbergék a 30-as években Németországban csináltak egy olyan kísérletet, hogy lépfenével megfertőzött állatra, lépfen azt tudjuk, hogy ez nagyon-nagyon fertőző bakteriális eredetű betegség, fertőző betegség,
lépfenével megfertőzött állatra raktak piócát, és ugyanezt a piócát levették, és átrakták egy másik állatra. És nem vitte át a fertőzést. Na most ez nem azt jelenti, hogy így kell piócázni, hogy mondjuk egy hepatitis C-sről áttesszük egy másik emberre a piócát, csak ez egy kísérlet volt arra, hogy a piócának vannak bizonyos mechanizmusai, amelyek megakadályozzák azt, hogy bármilyen fertőzés a külvilágba bekerüljön a szervezetbe. Hát az egyik ilyen mechanizmus maga a szívás mechanizmus, hogy mindig csak kifelé áramlik a vér, a másik mechanizmus pedig az, hogy maga a nyál, amit benyom a szöveteink közé, a steril. Most a pióc, amikor a gyomor zsákjába berakta a vért, akkor elkezdi emészteni, szépen lassan, és amikor megemésztette ezt a vért, akkor újra táplálkozni kezd. Ha nem tud valamiért táplálkozni, akkor képes a saját szöveteinek a 30%-át megemészteni, anélkül, hogy elpusztulna. Most el tudjuk képzelni, hogy valami, ami fél milliárd éve itt van velünk, az egy-két éghajlatváltozáson, egyebeken már keresztül ment, és mégis fent tudott maradni. Ez annak köszönhető, hogy egyszerűen egy nagyon-nagyon takarékos jószág, és nem annyira válogatós, egyébként táplálékban sem annyira válogatós, alapvetően vért szív, de bármilyen testnedvel tud táplálkozni ideig, óráig, tehát ő a halat, a békát, tehát nem csak emlősvért, hanem hidegvérűek vagy kétéltűek vérét, meg halak vérét is tudja szívni. Alapvetően azt mondják, hogy az orvosi piócnak az, hogy szaporodni tudjon, élet egy bizonyos szakaszáig emlősvért kell, tehát melegvérű, gerinces emlősvérét kell szívni. Most ez egy érdekes történet, hogy ez így van, vagy nem tudom. Tehát elvileg úgy tudjuk, hogy 500 millió éve még nem éltek emlősök, és akkor is valahogy szaporodott a pióca. Mint mondtam, nincsenek fosziliák, de például a pióca guborról van fosszília 200 millió éves. Most hát ezen csak ilyen kicsi ábrán látjátok, ugye a pióca hogyan szaporodik. A pióca hímnős, tehát mind a két ivarszerve, a hím és a női ivarszerv is megvan nála, de nem tudja önmagát megtermékenyíteni, tehát kettő darab egyet kell minimum a szaporodáshoz. Azonban képes kölcsönös megtermékenyítéssel. Tehát tudja azt is, hogy egyik fiú lesz másik lány, és megtermékenyíti egyik a másikat, de tudja azt is, hogy kölcsönösen megtermékenyítik egymást. És a pióca ilyen úgynevezett kokonokat, gubókat képez. Tehát ilyen, mint egy kis tojás, ami szivacsból van, ilyen kis gubókat képez a pióca, amit nem a vízbe tesz, hanem a vízpart nedves talajába, vagy a tőzegbe, tehát az élőhelyének a vízparti részén fogja ezt a nedves közegbe berakni, de nem a vízbe. És a kis piócák mint egy tojásba ebbe növekednek. Tehát ebbe vannak benne a peték, és van benne egy ilyen albumin-szerű folyadék, ezt majd ha később közelebb jöttök, vagy nem tudom ott mennyire lett, ez olyan, mint a tojás sárgája. Tehát a kis piócák ebből táplálkoznak, amíg meg nem nőnek olyan 1-1,5 centisre, és meg nem kezdik önálló életüket. Ezt a gubot úgy képzi a pióca, hogy gyakorlatilag, hogyha láttatok már nyilván, itt a hátsó tapadó, ez úgy néz ki, mint egy cápa, nem egy pióca, mindegy. Biztos láttatok már földigi lisztát, amin van nyereg. Most a pióca is egy gyűrűs féreg, de neki nincs ilyen kifejezett nyereg, hanem amikor megtermékenyül, akkor kialakul rajta ez a nyereg, és elkezd maga köré fújni egy ilyen lufit, egy fehér habszerű lufit, amiből lesz a pióca gubó. Mikor ezt megcsinálta, akkor elkezd kimenni belőle, kihátrál belőle, és hagy rajta itt egy lyukat, meg itt egy lyukat, és utána kialakul ez a pióca gubó ezzel a két lyukkal, és a kis piócák ebből táplálkoznak, és amikor megnőttek, elfogyasztották az ebben lévő fehérjét, akkor egyszerűen kijönnek a lyukon, és megkezdik az önálló életüket. Na most érdekes megfigyelés, hogy a piócáknál van egy ilyen kezdetleges utódgondozás, tehát hogy a anya állat az visszajár és vértöklendez vissza például a kicsiknek. Egyébként a régi pióca tenyésztők azok leírják a piócák udvarlási szokásait, ahogy megfigyelték, hogy a szaporodás időszakban, ami egyébként augusztus vége szeptemberre tehető, akkor a
hogy keresi fel ugye az egyik egyed a másikat, és különféle hintázó testmozgásokkal, hogy udvarol neki, és ha nem kap választ, akkor hogy megy tovább a másikra. Ezek ilyen érdekes dolgok. Régen egyébként a pióca, ugye a pióca tenyésztésnek mi a bonyolultsága, mert később beszélünk erről, hogy hogyan lehetséges ezeket egyáltalán tenyészteni, ugye ott a táplálás, tehát hogy hogy eteted a piócát. Ezt régen úgy csinálták egyébként, hogy összevásároltak beteg lovakat a parasztoktól. Tehát lesántul, tüdőbeteg, kehes, ilyen-olyan lovakat behajtották a vízbe, és ugye a pióca ráragad, kiszívja a vérét, és jól lakik. Most azt figyelték meg, hogy ezek a lovak nem elpusztultak, a nagy része nem meggyógyultak. No, most a pióca, ez elég hosszú ideig él. Tehát egy pióca élettartam az 20-30 év, nyilván, hogy ezt tenyészetben lehet csak mérni valamilyen úton, módon, a természetben elég nehéz ezt megállapítani, hogy hány, mennyi idős egy pióca. És körülbelül a természetben 3 év kell neki, mire megnő akkorára, hogy mondjuk egy ember bőrét át tudja harapni. Amíg kicsik, fejletlenek, addig ilyen planktonikus élőlényeket fogyasztanak, később áttérnek ugye a kétéltőekre, meg a halakra, tehát a halkopottyújába beleragad, vagy a békaporontyot megtámadja, úgymond. De bármit képes, mint egy földi gilisztát, és ha bedob nekik az ember, például a kis piócáknak, akkor gyönyörűen látszik, hogy rátapad, és így elkezd kifehéredni a giliszta, hogy ugye a nedveket kiszippantja belőle. Na most hivatalos besorolás szerint a pióca ektoparazita, az azt jelenti, hogy külső élősködő. Na de... A nézőpont kérdése az, hogy valami élősködő vagy nem élősködő. Hogyha nézünk egy halat vagy egy békát, a pióca az ő szempontjukból egy ragadozó kvázi, mert az áldozat belepusztul a pióca támadásba, hiszen a pióca által kiszívott vérmennyiség egy kis testű állatnak az sok, tehát azt nem tudja túlélni. Az ember szempontjából nem beszélhetünk parazitizmusról, hiszen tipikusan egy ideiglenes szimbiózis alakul ki, egy ilyen, úgy mondják, hogy win-win, tehát nyer-nyer kapcsolat alakul ki. Mind a két fél profitál a találkozásból. A pióca ugye táplálékhoz jut általad, tehát a te véredből ő táplálkozik, te pedig cserébe kapsz egy olyan gyógyhatást, ami egyébként nem biztos, hogy járna, de a természet mégis úgy alkotta meg ezt a kis élőlényt, hogy ebben részesedhetsz. És ezért érdekes, hogy hogyan tekintünk erre az élőlényre. Azt tudni kell, hogy világon, ahol szabályozták egyáltalán ezt a dolgot, és a piócát valahol a gyógyászatba elhelyezték, és erre alkottak valamilyen szabályrendszert, ott mindenhol elszúrták. Tehát Nyugat-Európában a pióca élő orvosi segédeszköz. Na most ezzel az a probléma, hogy ha élő orvosi segédeszköz, akkor az orvosi segédeszközökre vonatkozó szabályok kell alkalmazni nála, ez azt jelenti, hogy a Nyugat-Európában a piócát meg kell lőni a gyógyítás után. Na most azért ezzel senki nem ért egyet, tehát én benne vagyok egy nemzetközi csoportban, nem is egybe-kettőbe, ahol nagyon sokféle nemzetiségű ember van, egy a közös bennünk, hogy mindenki szereti a piócákat, vagy gyógyít velük, vagy kutatja őket. Ebben vannak biológusok, orvosok, piócaterapeuták, mindenféle emberek a világ tényleg minden részéből. Tehát az Antarktisztról még nincs senki, de azon kívül mindenhonnan van. És mind egyet értünk abban, hogy ez egy nagyon buta és ostoba szabály, hogy megölik a piócákat. Egyrészt azért, mert ez egy csodálatos élőlény, egy élő foszília, a dinoszauruszokat megelőző korokból származik, ami ráadásul veszélyeztetett, tehát kevés van belőle, másrészt olyan csodatos gyógyhatása van, amit mai napig a tudomány nem tud igazából teljes körűen megmagyarázni, és aztán ott jön még az az aggá is, hogy hogyan lehet úgy gyógyítani, hogy egy élőlény segítségét kérem, majd cserébe megölöm. Ugye mi van mögötte? Az van mögötte, hogy ugye miután vért szív, tehát potenciálisan az a vér, amit kiszív, az hordozhat fertőzést, mert ha valakinek van valami betegsége, amit a vér terjeszt, akkor abba a piócába belekerül az a vér, potenciálisan fertőzés veszélyes lehet, és hát akkor ezt meg kell semmisíteni. Na most ez egy óriási butaság. Ez egy óriási butaság. Németországban ezt megpróbálták úgy megoldani, hogy csináltak ilyen olyan nyugdíjas tavakat. Tehát a használt piócákat abba belerakták, most abban nem fürdik senki, semmi probléma. Nagyon jó tenyészállomány lehet a használt piócákból. De hogy ez miért butaság? Azért butaság, mert a piócában élő baktérium, amiről beszéltem, az termel egy klorometicin nevű természetes antibiotikumot,
aminek az a tulajdonsága, hogy pár hét alatt gyakorlatilag minden patogén kórokozót kinyír. Tehát ha még van a vérbe valami esetleg, amit beszívott a pióca, amit kiszívott a pióca, valamilyen kórokozó, azok elpusztulnak az emésztő rendszerébe azáltal, hogy ő ott konzerválja a vért. Tehát a pióca nem fog megfertőzni senkit. Most gondoljátok bele, hogy a vízbe ráragad bárkire a pióca, az mit fog csinálni az a pióca? Az nem fog ráragadni utána a másik emberre, hanem amikor táplálkozott a pióca, elbújik. Elbújik azért, mert ő potenciálisan áldozata a vízimadaraknak, a nagyobb halaknak, sőt, mi több az éhes többi piócának is. Ezért ő bebújik az iszabba, vagy elbújik kövek közé, és emészt. Tehát nem tud átvinni semmilyen fertőzést senkire se, mert egyszerűen nem ragad fel, ez az egyik. Másik, hogy élővizeknél ez fel sem merülhet, most tudjátok, Balatonban mikuszkálnak néha, tehát most az, hogy oda ürítenek bele az emberek, tehát ha az nem terjeszt, tehát nincs reális veszély ennek, hogy bármilyen problémát okozna. Nem is ez van egyébként mögötte, hanem a buta bürokratikus szabályok vannak mögötte, mert hogy berakják mondjuk a tű meg a fecskendő közé a piócát, a tűt meg a fecskendőt ki kell dobni a kukába, a piócát is. Mondjuk ők nem a kukába dobják, hanem vagy lefagyasztják, vagy alkoholba belefolytják, lényegében megölik. Hát ez ellen már egyébként több ilyen petíció, meg kezdeményezés volt, hogy ezen változtatni kéne, mert ez nem fogadható el így, de hát tudjátok, hogy milyen a rendszer meg a bürokrácia. Én amellett kardoskodom, hogy egyszerűen szabadon kell engedni ezeket az állatokat, kész. Tehát nincs egyéb teendő velük. Ez semmilyen problémát nem okoz. Különösen nem Európában, ahol egyébként őshonosak. Nyilván ott okozhat problémát, ahol nem fordul elő ez a faj, mert az egy idegen faj behurcolása lenne. De Európában ez nem probléma. Na, egy kicsit tovább megyünk. Pióca izomzata. Hogy épül fel? Érdekes módon, ugye mondtam, hogy ez egy élőlény prototípus, tehát mindenből van benne egy minta. Például az összes olyan izom, ami az emberben is megvan, a piócában megvan ilyen prototípus szinten, tehát vannak neki körkörös izmai, vannak neki haráncsíkolt izmai, van dorzoventrális izomzata, az a háthasi, amivel össze tudja húzni magát. Ez ahhoz kell, hogy a pióca gyakorlatilag bármilyen alakot, formát fel tud venni. Tehát össze tud gömbölyödni, mint egy kis gubó. Ki tud nyúlni, mint egy harmonika. Ugye a bőre olyan, mint a harmonikáé, nagy redők között kis redők vannak, és ezért meg tud nőni. Hát amikor a vért elkezdi szívni, és ekkor, amikor jól lakik. Tehát a testtömegének 7-8 szorosát is képes fölvenni, és ki tud tágulni. Ez nyilván megfelelő izmok kellenek. Tehát mindenféle izma megvan neki. A tápcsatornájáról beszéltünk. Na most áttérünk a pióca nyára, illetve hogy hogyan működik egyáltalán. Itt a képen még egy apró pauza, ez a pióca bőr nagyításba, illetve itt látjátok a pióca állkapcsát elektromikroszkópos felvételen, illetve itt egészen közelről a fogakat. Úgyhogy nem kell megijedni, mert ez egy nagyon nagy nagyítás, tehát nem ilyen durva szaggatott sebet csinál a pióca, hanem nagyon is finom, szép, pontos sebet. Most a piócának az állkapcsa az úgy van kialakítva, mint egy mikrosebészeti eszköz. Mi történik, mikor a pióca föltapad az emberre? Hogyan működik a dolog? Itt a bőr. Mikor a pióca föltapad, ugye rögzíti magát a bőrön, általában mindkét tapadó korongjával, ugye ahol szívni fog, és a hátsó tapadó korongjával is. Mikor rögzítette magát a bőrön, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy csinál egy tökéletes sebészeti izolációt. Magyarul lezárja azt a helyet, ahol meg fogja nyitni a bőrt. Tehát ahol kvázi kaput nyit a testünk belseje felé, ahol át fogja vágni a bőrt, azt teljesen lezárja a külvilágtól, tehát a külvilágból oda semmilyen szennyeződés, semmi nem mehet be ennek, hol van jelentősége, hát normál esetben ez a vízbe ragad rád. Tehát nem otthon a Deák Tamás nappaliában, vagy egy rendelőben, vagy bárhol, hanem a vízbe, ami nem egy steril közeg. Tehát abban mindenféle protozoák, meg kis élőlények, baktériumok vannak. Így megakadályozható, hogy bármilyen szennyeződés a sebben keresztül bekerüljön. Na most ezzel nem elégszik meg a pióca, ezt a területet le is fertőtleníti, mielőtt megvágná a nyálával. Majd utána
elkezdi ezt a fűrészelő mozgást a kis állkapcsával, ugye bevágja a bőrt. Ez egy enyhe csípő érzéssel jár, abszolút viselhető, nem egy nagyon fájdalmas dolog, olyan, mint hogyha pici sebbe egy kicsi só belemenne, tehát ilyen csípésszerű inkább, mint harapás, vágás, szúrás. Miután bevágta a bőrt, a pióca vérmintát vesz. Na most ezt azért teszi, mert ő a vérmintához, tehát a vérhez állítja be a nyálnak az összetételét. A pióca nyálba több mint 100, most már legújabb, én még 100-at írtam a könyvben, de most már legújabb kutatások szerint több mint 130 féle bioaktív funkcionális fehérje található. Ezeknek az összetétele, ez mindig egyedi, és mindig az adott élőlény, amire tapad, ahhoz állítja be a pióca. Most ezekről a fehérjékről nagyon keveset tudunk. Néhányat felsoroltam, itt kb. Egy tucatnyit tudott a tudomány azonosítani. Az, hogy hányféle van, arra van módszer, ugye különböző módszerek, hogy egy ilyen fehérje komplexben hányféle fehérje van, de az, hogy azok pontosan micsodák, és azoknak mi a hatásuk, az már sokkal bonyolultabb kérdés. Azt tudjuk, hogy rengeteg olyan anyag van a pióca nyálba, amely a véralvadást gátolja. Most azt tudjátok, hogy a véralvadási kaszkád az egy ilyen nagyon bonyolult rendszer, ugye van egy, kialakul egy érsebb valahol, ez beindítja ezt a rendszert, és akkor egymás után aktivizálják magukat a különböző faktorok, véralvadási faktorok, és ezek közül a véralvadási faktorok közül nagyon sokra hat a piócanyál, de ezen kívül rengeteg minden más is van benne. Amikor a pióca beállítja ugye a nyál összetételt, akkor elkezdi befecskendezni a nyálat. Azért kell neki ez a nyál, hogy folyékonyan tartsa a vért, hiszen különben nem tudná szívni. De ezt meg tudja csinálni eddig a szúnyog is, meg a gullancs is. Ez még nem egy olyan nagy dolog. De ő azt csinálja, hogy az adott nyál összetételt beállítja az ember véréhez, plusz a nyál bebocsátás során a szívás különböző fázisaiban mindig más és más összetételű nyálat fecskendez be, mindig azt, ami éppen szükséges. Ugye egy pióca az fönn van 10 perctől akár 3,5 órát is az emberen, ez idő alatt ugye folyamatosan van egy nyálbebocsátás és van egy szívási szakasza. Ugye az első szakaszában a vérszívásnak ott lehet látni, majd megfigyelhetitek itt, hogyha a gyakorlat lesz, hogy egészen össze van szűkülve a garat, egész vékonyra, olyankor nyomja be a nyálat, és akkor utána ez kitágol, és elkezdi szívni a vért. Na most milyen anyagok vannak ebbe a pióca nyálba, ami nagyon érdekes? Hát ugye hirudint azt azért szokták ismerni, mert az létezik úgy, mint hatóanyag is, hiszen a hirudin most már meg tudják csinálni rekombináns technológiával is, tehát mesterségesen ő tudják állítani a laboratóriumi körülmények között. Az természetesen más, mint a pióca hirudin, hiszen a mesterséges hirudinnak annak a felezési idejét módosítják. Pontosan azért, mert a hirudin meg a pióca nyál összetevői, azok nagyon gyorsan feleződnek az emberi szervezetbe. Tehát magyarul az emberi szervezet hiába ilyen óriási nagy idegenfehérje komplex, mert ez egy idegenfehérje az emberi testnek, mégis fölismeri, tud vele mit kezdeni, hiszen információ szinten biztos, hogy találkozott már valamelyik ősött piócával. Tehát ez teljesen kizárt, hogy 500 millió éve létező élőlénye valakinek, tehát benne van a genetikánkban, hogy ezzel mit kell tenni. Ezért nincs piócára allergia. Tehát még ha valaki állati fehérjére allergiás, például mécsípés, daráscsípés egyebekre, pióca nyára nem nagyon ismert, szakirodalomi szinten sem, nem csak tapasztalatok szintjén, hanem szakirodalomban sem nagyon írtak le olyan esetet, hogy valaki olyan allergiás reakciót produkál, hogy szisztémás tünetekkel jár. Tetszik érteni? Tehát az, hogy mondjuk bedagad a torka, meg ödémás lesz, meg összesik, meg rosszul lesz, tehát ilyen nincs. Helyi tünetek vannak, arról majd beszélünk, hogy az meg nem allergia, hanem egészen másról szól. Tehát az első és legfontosabb összetevő, az a hirudin, ami a trombinhoz kötődve gátolja a véralvadást. Ugye a véralvadás az egy nagyon fontos mechanizmus a szervezetünkbe. Az azért van, hogy ne folyjon el a vérünk. Röviden. Na most az a probléma, hogy ez sokszor kórossá tud válni. A túlzott alvadékonysága a vérnek az azt okozza, hogy trombózisra hajlamos lesz valaki. És a trombózis az meg tudjuk, hogy egy nagyon veszélyes dolog, mert ott elindul egy vérrög, és ki tudja, hol áll meg, hogyha egy létfontosságú szervnek elzárja a véredényeit, akkor az ott egy komoly problémával jár, amit illik el kerülni. Na most a piócával ezt nagyszerűen el lehet kerülni,
hogyha valaki rendszeresen igénybe veszi a piócák szolgáltatásait, akkor jó esélye van rá, hogy ez nem fog bekövetkezni. Na most, hogy mitől tud alvadékonnyá válni egy vér, most azon kívül, hogy valaki hajlamos erre, például a környezeti hatások közül van néhány, mint ami minket ér, ami hajlamosítja az embert erre. Például az elektroszmog, sokan nem tudják, hogy az segíti a vérlemezkék összecsapzódását. Ez Gábor tegnap erről beszélt, hogy a töltés milyen fontos, hogyha mezítláb jársz, akkor negatív szabad elektronokat tudsz felvenni. Na most azért tud például az elektroszmog trombózis keltő hatású lenni, mert az érpályában hogy folyik a vér, ugye itt az érpálya, a vérnek a sűrű anyaga az itt középen közlekedik leginkább. És úgy van kitalálva a rendszer, hogy a vérlemezkéknek a külső membránja az negatív töltésű, és az érfal is negatív töltésű, és a negatív töltések taszítják egymást, nem fognak összeragadni. Na most az elektroszmog ezeket a töltésviszonyokat megváltoztatja. És akkor az történik, hogy ezek a vérlemezkék, mint egy pénzrollni, szépen így összeragadnak, akörül kialakul egy ilyen háló, ezt nevezzük a fibrinhálónak, és akkor kész a trombus, ugye a vérrög, ami aztán feltapad az érfalra. Na most az a kisebbik baj, hogy itt az ér lumene szűkül, tehát egy sokkal kisebb lesz itt az áteresztő képessége, magyarul sérülni fog ott a rendszer. Hogyha ez egy artériás dolog, akkor ugye a vérellátás sérül, ha pedig vénás dolog, akkor a vér elvezetés nem fog jól működni. Ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogyha lesz valamilyen gennyes gyulladásos folyamat, akkor ez nagyon könnyen leválik innét, és elkezd utazni ugye az érrendszerbe, és ha bekerül egy olyan helyre, ami teljesen elzár, akkor annak az adott szervnek a működése az leáll. Akár végzetesen is leállhat. Ugye ilyenkor van az, hogy rohannak be az emberek, és a sürgősségén kapnak egy, mint 6 órán belül kapnak egy olyan vérhigító kezelést, amivel ezt föl lehet valahogy oldani, ha szerencséje van, és akkor talán megmenekül. Na most ezt meg kell előzni. Tehát ez az a típusú probléma, amit igazából nem lehet otthon már barkácsolni. Tehát mondjuk egy agyvérzés az nem egy olyan téma, hogy otthon az ember a nappaliba kezelgeti piócával. Ezt azért mondom, mert nagyon sokan hívnak ezzel, hogy haveromnak agyvérzése volt, mit csináljak vele. Tehát ezeket meg kell előzni. Tehát az infarktus, ezek a súlyos, életveszélyes állapotok, ezek kórházi kezelést igényelnek. Ez nem arról szól, hogy akkor otthon akkor most lebénult a fél felem, és akkor elkezdem a piócákat rakosgatni. Utána lehet rehabilitációnál. De ezt megelőzni kell. Tehát arra kell, hogy ez ki se alakuljon, mert ha kialakulott, már mindig nagyon-nagyon kéteses a dolog, hogy vagy sikerül rendbehozni, vagy nem. Egyébként van ilyen alkalmazás a piócáknak, tehát agyvérzésnél használják őket, de Oroszországban például, de klinikai körülmények között. Tehát nem úgy, hogy Szergej a sufniba elkezdi pakolgatni az agyvérzéses betegre a piócákat, hanem úgy, hogy befekszik szépen a klinikára, és akkor ott folyamatos kontroll alatt ugye megcsinálják az életmentő kezelést, hogy egyáltalán ne sérüljenek azok a szervek, és utána piócával helyre lehet állítani nagyon hatékonyan. De mondom, ehhez olyan körülmények kellenek, ez nem egy otthoni témakör. Rehabilitációban egyébként kiválóan lehet használni. Na most itt majd az ellenjavallatoknál szó kerül róla, hogy a piócásnak nagyon kevés ellenjavallata van, ezeknek is a nagy része a gyógyszerek. Tehát vannak olyan gyógyszerek, amivel nem lehet piócázni, tipikusan a vérhigítók, ami ugye hát egy téves kifejezés, mert nem higítják a vért, véralvadás gátló hatású gyógyszereknél nem lehet piócázni. Na most nagyon érdekes dolog, hogy a pióca abban is egyedi, hogy a pióca képes szétszedni a vérögöt is. Tehát ez az elég kevés szer tudja, hogy nem csak a vérrög kialakulását képes megakadályozni, hanem a már kialakult vérrögöt szét tudja szedni, azért, mert van benne olyan anyag, ami a fibrinhálót képes. A fibrinhálót azt úgy képzeljétek el, mint ez a halas szatyor volt régen. Tehát a kis vérlemezkék összetapadnak, és azok körül kialakul ez a háló. Ez ugye azért kell, mert mondjuk van egy érseb, az oda föltapad, tehát betapasztja a lyukat, és nem vérzel el. Na most ez a fibrinhálót, ez nem olyan könnyű szétszedni, a piócanyál képes ezt szétszedni, a vérlemezkéket szétválasztja, és ha azon a véredényen volt a vérrög, akkor ki szívja egyúttal ezt, illetve hát szétoszlatja a vérben, és onnantól kezdve nem okoz problémát. Most a piócanyálban
fel van sorolva itt a csomóanyag, ezeket nem mondom végig, csak azokat, ami érdekes. Az egyik nagyon érdekes anyag az úgynevezett kalin vagy szaratin. Ez azért érdekes, mert emiatt van a hosszú utánvérzés. Ugye mindig kérdezik, hogy mi a francnak vérzik utána 24 órát vagy 36 órát az a seb, amit a pióca harapott. Tehát sok esetben van, amikor csak 1-2 órát. Ez nagyon sok mindentől függ, a véredénytől, hova tettük, nagyon-nagyon sok mindentől függ, de normálisnak tekinthető az 1 órás vérzés is, meg a 36 órás vérzés is. Nincs különbség ilyen szempontból. Minek kell? Piócának szüksége van arra, hogy mi vérezzünk. Hát ő már egyszer jól lakott, ugye most mi ezt mindig képzeljük azt, hogy ez a vízbe van természetbe, tehát nem otthon a rendelőbe, akárhol, vízbe van. Mi a franc szüksége van neki? Ő már egyszer jól lakott, akkor mi vérezzen az a szerencsétlen még ott 24 órát? Ugye régen azt gondolták, hogy ez azért kell, mert hogy a többi pióca majd megy a vérszagra, és akkor ők is jól laknak. Ez butaság. A pióca nem a vérszagra megy, hanem ugye a rezgés és a test meleg vonza oda. Amikor bementi a vízbe, még nem vérezt, és akkor is rátapadt. Tehát nem azért kell. Azért kell, mert mikor te úszkálsz a vízbe és leesett a pióca, akkor a sebfertőzést csak egy módon lehet megakadályozni, úgyhogy van egy folyamatosan kiáramló vérzés, ami mossa kifelé a sebet. Ez az egyik. A másik, hogy ennek az utóvérzésnek van egy nagyon-nagyon komoly, méregtelenítő, detoxifikáló hatása. Ezzel a vérzéssel rengeteg toxin és méreganyag távozik a seben keresztül, ráadásul ez nem csak vér, ami ott kifolyik, azért piros, mert a vér megszínezi, ebben van nyirok és szövetközti folyadék bőségesen. Ugyanis a piócanyál azon a helyen, ahol felrakta az ember, az körülbelül egy tenyérnyi helyen van egy nagyon erős hatás, és 10 centi mélyen. Érdekesen a piócanyál körülbelül annyira tud behatolni a testbe, mint a fény. Ezen 10 centi. A piócanyál felszabadít egy csomó toxint és méreganyagot. A toxinok és a méreganyagok a testben általában a zsír és a kötőszövetben raktározódnak. Na most a pióca nyál az a kötőszöveti struktúrát szét tudja szedni. Van benne egy enzim, ez a hialuronidáz nevű enzim, ez egy ilyen terjedési faktor, ami gyakorlatilag a szövet közti viszkozitást növeli. Mit jelent ez? A kötőszöveti struktúra az olyan, mint egy sűrű szita. Ahhoz, hogy a piócanyál az adott szervbe be tudjon jutni, a szövetek közébe tudjon jutni, ahhoz az kell, hogy ezt a kötőszöveti struktúrát megnyissuk. Tehát ez a hialuronidáz nevű enzim, és van még más kollagenáz, meg egyéb enzim, ez képes megnyitni a kötőszövetet, és ezen keresztül be tudja juttatni a nyálat. Mégpedig úgy juttatja be a nyálat, hogy ezeken az úgynevezett bontó enzimeken, tehát ezeken lítikus vegyületek, tehát szétbontják ott a struktúrákat. Ezen kívül a pióca használ ultrahangot. Az ultrahangot a pióca arra használja, hogy egyrészt dopplerezik, tehát földeríti a környezetét, másrészt pedig, mint egy fonoforézist, belögdösi ultrahanggal a hatóanyagokat a szövetek közé. Ugye ezt a fonoforézist ezt már használják a kozmetikában, a bőrgyógyászatban, pont azért, hogy hatóanyagokat bejuttassanak a mély szövetek közé. Ugyanis mondjuk beadsz egy injekciót valahova, az nem biztos, hogy bejut a megfelelő helyre. Egyszerűen azért, mert nem tud pontosan bejuttatni, mert ott a kötőszövet, a zsírszövet, az izomszövet nem tud áthatolni rajta, nem jut be a pióca, az pedig be tudja juttatni. Olyan szinten, hogyha egy adott szerv fölé teszem a piócát, mondjuk fölrakom a máj fölé, ugye ez a jobb hipohondriumba, ide a bordák alá fölrakom, a pióca és az adott szerv között egy véredényi kapcsolat jön létre. Mondom, egy véredényi kapcsolat jön létre, az mit jelent? Azt jelenti, hogy itt a bőr, itt a pióca, itt az adott szerv, a pióca szívóhatása folytán, itt kialakul egy spontán hajszálérhálózat. Tehát ilyen érújdonatok keletkeznek, csatornák keletkeznek az adott szerv meg a pióca között, és ezért ebből a szervből ezt az elhasznált pangó mérgekkel teli vért ki tudja szívni. Na most ezt a tulajdonságát, hogy ez a szívóhatás és ez a sok hasznos anyag, ami a nyálában van, ez hol lehet nagyon jól használni? Például nagyon jól használják a mikrosebészetben és a rekonstruktív sebészetben. Ebben a csoportban van egy plasztikai sebész, aki Mexikóvárosban dolgozik. Elég sok anyagot szokott publikálni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan használják a mikrosebészetben a piócákat. Hogy derült ki egyáltalán, hogy ezt lehet használni. Valamikor a 20-as években
Ugye a 1920-as, 30-as évekről beszélek, ugye a sebészet fejlődésnek, elég komoly fejlődésnek indult. Na most ugye sebészeti eljárásoknál mindig fönnáll a trombózis és az embólia veszély. Ezért aki volt már kés alatt, az tudja, hogy vérhigítót adnak ilyenkor, ugyanúgy, mint nagyon nagy traumáknál, töréseknél, egyebeknél. Azért, mert ott elkezd dalvadni a vér, és akkor ilyen problémákat okoz. Most, mintha nem volt igazából semmi olyan kémiai anyag, gyógyszer akkoriban még, amit lehetett volna használni, piócákat használtak rá. Ez volt a vér hirudinizációja, amikor a sebek mellett piócákat raktak fel, és ezzel próbálták megakadályozni. Persze ez nem volt kellően praktikus, ezért ugye elkezdtek kifejleszteni olyan anyagokat, amiket lehet piócra lehet használni injekcióban. Hát ugye feltalálódott a heparin, meg aztán egyéb más véralvadás gátló hatású szerek, de rájöttek, hogy ezek nem mindig működnek jól. Például olyan testrészeknél, ahol sűrű hajszálé hálózat van, és az ereket nem lehet sebészetileg egyesíteni. Például egy leszakadt fül. Ott nincs mit egyesíteni, mert olyan pici erek vannak, amit nem lehet mikrosebészeti eljárásokkal sem egyesíteni. Tehát vissza lehet varni a fület, de hogyha nem alakul ki a hajszálér hálózat, akkor az a fül az le fog esni magyarul, tehát el fog halni. Na most nem csak a hajszálér hálózat hiánya miatt hal el, hanem egyszerűen azért, mert egy vénáspangás fog kialakulni. A vénáspangás azt jelenti, hogy az elhasznált vér nem tud onnan elmenni, és az tele van toxinokkal, méreganyagokkal, és ez problémákat okoz. És volt egy nagyon érdekes eset, egy kisfiúnak a fülét leharapta a kutya. És egy John Upton nevű sebész, aki egyébként egy katonaorvos volt, és a vietnámi háborúban ő megismerte a piócákat, illetve például a légylárvákkal is gyógyított, hogy ilyen szeptikus, meg gennyes sebeket. Ő saját szakállára, a kisfiú fülére, miután vissza lett varva, és elkezdett ugye üszkösödni, elfeketedni, rakott piócát, és pár óra múlva gyönyörű rózsaszín lett a gyerek füle, és megmaradt. És ugye hát ezt publikálták, ebből elég nagy hírverés lett, és gyakorlatilag ez volt az eset, ami által a piócák be tudtak kerülni a mikrosebészeti eljárások eszköztárába, és a mai napig például Nyugat-Európában a sürgősségi klinikákon tartanak piócát. A komoly rekonstruktív sebészet azt értem, hogy nem szépészeti, plasztikai sebészeti eljárások, hanem például mondjuk egy nagy tumort eltávolítanak, és ott be kell fotozni, vagy leszakad egy testrész, vissza kell varni. Tehát ezeknél az eljárásoknál használják a piócákat, rengeteg publikáció anyag van róla, egészen durva esetek is, ahol nagyon-nagyon jól működnek. Az ilyen eljárásoknak a hatékonyságát 90-96%-osra hozza fel a pióca. Tehát annyira jó. Ugyanis pióca szívó hatása és a nyál föntartja ezt a mikrokeringést, amíg spontán ki tud alakulni a hajszálérhálózat, és újra vért kap ugye az adott testrész. Most képzeljük el egy ilyen lebenyes műtétet, hogy mondjuk fognak egy, mondjuk itt a test, fognak egy ilyen lebenyt, levágnak, mert itt be kell foltozni egy hámhiányos részt, és akkor azt szokták, hogy vágnak egy ilyen lebenyt, ezt odébb húzzák ide, és levarják. És akkor itt lesz egy kisebb rés, meg itt, amit már utána később össze lehet húzni. Na most, ha itt elvágok egy ilyen bőrlebenyt, akkor az csak innen fog kapni vért értelemszerűen, hiszen itt átvágok mindent. Tehát magyarul itt vérellátási problémák lesznek, főleg a sebszéleknél. És akkor ide fölraknak szépen piócákat, és megvan oldva a dolog, egészen jól működik. Na most azt tudni kell, hogy ezeknél az eseteknél szoktak egy megelőző antibiotikumos kezelést adni, azért, mert itt óriási nyílt sebek vannak, és a pióca ott van rajtuk. Na most azért az nem egy steril közeg ott. Tehát ilyenkor adnak mindig egy ilyen antibiotikumos kezelést, hogy azon a nagy seb területen keresztül, hiszen ott nem tud szeparálni, tehát nem tud izolálni a pióca, mert ott kín van egy csomó nyers hús, meg minden, ott bármi megfertőzheti. Tehát ott alkalmaznak antibiotikumot piócás kezelés előtt, de ez nyilván egy ilyen teljesen extrém használat a piócának, ez nem a normál népi gyógyászat körébe tartozó dolog. Na most mit tud még a pióca? Ja, most visszatérünk egy kicsit a kalinra, tehát hogy miért vérzik sokáig.
Azért vérzik sokáig, mert a kalin az úgynevezett von Willebrand faktort gátolja. Von Willebrand faktor csinálja azt, hogy ez a kis vérrögöcske, ez odaragad az élfalhoz és elzárja a lyukat. Ezt nem engedi a piócanyál, és ez nagyon szépen saját magától a szervezet be tudja állítani, hogy mikor álljon el a vérzés. Tehát semmiféle probléma nincs ezzel, mindenki egy kicsit meg van ijedve attól, hogy úristen, hát az nem egy szokványos dolog, hogy 24 órát vérzek, vagy 36 órát vérzek. Tehát ha valakinek nincs olyan betegsége, ami egyébként nem javasolt, hogy vérezzen utána, mondjuk nem vérszegény, vagy nincs hemofíliája, tehát egy olyan vérzékenység, hogy egyébként sem áll el a vérzés, akkor semmilyen problémát nem okoz, tehát ez... Fiziológiai szempontból ez nem egy jelentős vérveszteség. Egyébként mennyiségileg sem egy jelentős vérveszteség, viszont nagyon szükséges a gyógyhatás és a gyógyhatás része. Ez a piócás kezelés után nem azért kötözzünk be valakit, hogy elálljon a vérzés, hanem egyszer higiéniai okokból, hogy ne csöpögtessen össze mindent. Itt ez nem szokott sikerülni, mert például Gábor piócázom, akkor mindenhol ilyen vérnyomok vannak, amerre megy, mert ugye nem tud leülni és egy kicsit pihenni, hanem mindent összevérez. Nagyon sok olyan anyag van a pióca nyában, ami gyulladáscsökkentő hatású, ráksejteket elpusztító hatású, antibakteriális, ami elpusztítja ugye a különféle patogén kórokozókat, fájdalomcsillapító hatású, és például olyan anyagok is vannak, amely az idegrendszer anyagcserét javítja, tehát ilyen neurotrofikus hatású, tehát egy idegrendszeri újrahangolást is csinál. Aztán a pióca nyál hatására felszabadulnak boldogsághormonok, tehát endorfin szabadul fel, és egy ilyen kellemes, ellazult érzés önti el az embert. Na most nagyon érdekes a pióca hatása az embernek az energia testére. Tehát piócnak nem csak fizikai hatása van, tehát nem csak a pióca nyál gyógyít, hanem a pióca az energia testre is hat azáltal, hogy az aurán lévő lyukakat és hibákat kijavítja. Tehát vannak az oroszoknak ilyen eszközeik, ez a GDV, ez a gázkisüléses vizualizációs technika, ami aurát lehet fotózni. Ez nem az az aura fotózás, amit itt szoktak a búcsúba csinálni, hogy rakd a vasra a kezed, azt majd valamit kirajzol a gép, hanem ez olyan, amivel valójában azt az elektromágneses teret, amit az ember körülvesz, ez kirajzolja a maga valóságába, és akkor vannak ilyen képek, hogy előtte, utána. Az én pálcás méréseim szerint egy 1,5 métert megy ki a piócázás után az aura. Itt csináltunk egy tesztet, mely sok évvel ezelőtt, nem tudom, ismertek ezt az Egeli kereket, Egeli Györgynek a találmánya. Ez egy ilyen nagyon finoman csapágyazott kis kerék, amihez így oda teszed a kezed, és akkor elkezded forgatni. Már hogy tudatoddal mondod neki, hogy jobbra forog, balra, és forog. Most ebből van egy olyan, ami méri a forgási sebességet, ez egy ilyen úgy hívják, hogy vitalitás mérő készülék, kvázi minél gyorsabban tudod forgatni, annál több az energiád, vitalitásod. És ott ilyen 150-200%-okat ment ki előtte, utána, piócázás kezelés előtt és piócázás kezelés után.